7 van Santiagóban, sehol egy lélek. Elindultam a vasútállomás irányába. Egy óra múlva indul az első vonat a Coruñába. Ferolba akartam menni, de oda nem nagyon van, csak délután. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy oda megyek. Aztán megkezdem az angol utat. Itt a vasútállomás. Remélem, hogy találok valami embert, aki tud esetleg angolul, és akkor hát, ha mond egy átszállást Ferolba, vagy ha nem, akkor legalább egy kávét tudok majd ma szerezni valahol. Az is segítség lenne. Ez kicsit másképp, de nem bánnám. Itt automatából kell jegyet venni. Szerencsére van angol. Egy irányba, Coruñába, és a következő az 760, elfogadjuk. Itt a vasúti pályaudvaron is ugyanúgy átvilágítják a csomagokat, mint a reptéren, tök fura. Hogy amikor jössz be, akkor be kell tenni a hátizsákot egy ilyen gépbe. Csak úgy engednek át a vágányokhoz. Itt vagyok Coruñában. Santiagóból itt volt a vonat egy ilyen 25 perc alatt. Úgyhogy nagyon gyors a gyors vonat. 8 euró körül van a jegy. Hétköznapokon reggel nagyon sűrűn jár ilyen. Tényleg ilyen fél óránként nagyjából. Itt a buszpályaudvar az ugye 600 méterre van a vasúttól, és ahogy kigugléztem, meg megkerestem, egy óránként járnak a buszok. De ezt tudni kell, hogy van olyan busz, ami egyenesen megy az autópályán, az 45 perc alatt ér oda, meg van olyan, amelyik körbe megy a szárazföldön, az 1 óra 45 perc alatt. Szóval erre oda kell figyelni, hogy a strádán keresztül érdemes menni. Ha csak nem akarunk a buszablakból nézelődni, én most egy ilyen buszhoz sietek. Ha minden jól megy, akkor még várnom se nagyon kell, hanem tényleg 20 perc múlva indul, úgyhogy egyből tudok menni tovább Ferolba, és akkor onnan tudok kezdeni. A buszpályaudvar már megvan, meg kell berangyolni. Előle a helyi járatok indulnak, ahogy jöttem a vasútállomás felől. Bent vannak a pénztárak, és azt hiszem, hogy mögötte vannak az állások, ahonnan a buszon fog indulni. Itt az arrivás pénztárat kell betámadni, és közel 8 euróba került a jegy. Az egyesről fog indulni. A hölgy tudott angolul, úgyhogy tök jó. És már csak meg kell találnom az egyes állást. Az időzítés tökéletes, mert minden második busz megy egyenesen. Tehát a 7.30, 8.30, 9.30, ami gyorsan odaér, és az egész kor indulók azok a körbe menők, most pont a 8.30-asat fogom elkapni.